szeretettel köszöntjük mindenkit, aki ma este eljött az Úr házába. És kívánjuk azt, hogy a Jóisten szólítson meg bennünket ezen az estén. Úgy volt meghirdetve ez az Isten tisztelet, hogy zenés tavaszi Isten tisztelet. Ezért hadd énekeljünk most egy tavaszi éneket. Csodaszép látvány, kérlek. Van itt talán, ha vannak kint valaki velünknek, énekeljük ezt az éneket. Küszködünk. Tudod azt, hogy milyen szívvel jöttünk ide, mennyire vágyik a szívünk Te utánad, meghallani hangunkat, hangodat. Arra kérünk Istenünk most, segíts bennünket, hogy odafigyeljünk Tere jád, és hadd halljuk meg a Te hangodat az énekek által, bizonyságtevés által, az ige hirdetésben. Köszönjük Istenünk, hogy Te itt vagy közöttünk, hiszen megígérted, ahol ketten-hárman megjelennek a Te nevedben, Te ott vagy. És ezt érezzük. Segíts Istenünk, hogy megértsük mindazt, amit kíván számunkra üzenni ezen az estén. Ámen. Ámen. Foglalj a helyet. Zsoltárok könyve 139. rész, első 6 versét olvasom. Dávid Zsoltára. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden útamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Csodálatos lettem a tudás. Ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. Ez a Zsoltár erről szól. Úgy gondolom, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a Jóisten tud rólunk. Ismeri gondolatainkat, tudja, milyen problémákkal küszködünk, tudja azt, hogy talán ezen az estén is, hogy jöttünk ide, tudja, mi van a lelkünkben. Lehet azért jöttünk, mert esetleg kényszerítettek gyerekek,
Lehet azért jöttünk, hogy tiszteletből. Bármilyen is legyen a lelkület lelkünkben, a lelkületünkben, egyet kell tudnunk, hogy a Jóisten szeret bennünket. Bármilyen is legyen a mi lelkületünk, és bárhogyan jöttünk erre az estére. És az énekeljük most a következő éneket, kérlek, vetés ki. Uram, Te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed, valamit gondol a szívem, Te mindjárt észreveszed. Hála tölti el szívemet, szeret az Úr, nagyon szeret. Énekeljük ezt az éneket közösen. Hogy aki hozzám fordul, azt ki nem vetem. Mi emberek ilyen gyarlók vagyunk, hogy sokszor nem fogadjuk el, mert megsértett és makacsok vagyunk. De a Jóistennél ilyen nincsen. Ha őszintén jövünk, hogyha látja a Jóisten az őszinteséget, ő megbocsát és megfordul ettől. Énekeljük ezt a következő éneket, amelyik erről tanúskodik. Aki hozzám fordul, azt ki nem vetem, így ígérte Jézus néked és nekem.
vendégtestvéreink is vannak közöttünk. És most megkérem Egeresi Korán testvét, hogy egy bizonyságtétellel jöjjön, amit az Isten a szívére helyezett, mondja el. Köszöntöm szeretettel az egyvédülteket, a gyülekezetet is, az érdeklődőket is. Amit már elhangzott, Egeresi Lóránd vagyok, és Gála és testvéremmel jöttem, mint Berettyóújfaluban, a Berettyóújfalui Philadelphia Baptista gyülekezetnek vagyok a tagja. És hát, mivel egy ilyen evangelizációs hétvége van, én a megtérésem történetét mondom el. Egyrészt azért, hogy felelevenítsem és láttassák a testvérek is, hogy miért vagyok én itt, másrészt pedig, hogyha valaki még nem döntött az Úr, mert néhány dolgot, fontos tanulságot elmondok az én életemből, és igyekszem röviden megtenni ezt. Az, hogy Isten igéje és én mikor találkoztunk ilyen koncentráltan, ez ennek már több mint, hát majdnem 20 éven van, és nagyjából egy hasonló közegben szólított meg engem is az Úr. Ez egy ifjúsági tábor volt annak idején. És tegnap Lajos testvér említette, hogy a kincses láda előtt szemétláda volt az ember. Ott is élőhitű lelkipásztorok hirdették az igét, és nem így fogalmaztak a Lajos testvér, hanem azt, hogy az ember szemetet termel. Szemetet termel, és amíg nem az Úrral jár, addig értéktelen kacatokat dobál ki magából. Erővel szólt az evangélium, hogy az Úr keres engem, de ellenálltam neki. Azon gondolkoztam, hogy olyan kételjeim voltak, hogy hát mit veszthetek? Nagyon sok minden dolgot láttam hívők életében, hogy ezt meg azt meg azt nem csinálnak, hát hogyha én azokat nem csinálom, azokat elvesztek és vesztes leszek. Fontos szempont volt az nekem, hogy mit mondanak majd mások. Mit mondanak azok, én egy ilyen blokkházban nőttem föl, én egyke gyerek vagyok, nem volt testvérem, édesanyám egyedül nevelt föl, nekem azok a Grundon a focis társaim voltak a barátaim. Mi lesz, hogyha visszamegyek? Kivel fogok focizni? Hát szóba sem állnak velem. Miért legyek hívő? Hát jobb lesz nekem? Vagy a legfőbb kérdés, ami foglalkoztatott, az, hogy elmondták Kerek Perec, hogy az örök életet mindenképpen el fogom tölteni, csak nem mindegy, hogy hol. Az Úrral, a mennyországban, vagy a pokolban. Ezek nagyon foglalkoztattak engem, de egy dolog volt, ami igazán megállított, az, hogy a bűn. Hát, a bűn az én életemben. Ugye ennek következménye van, és a bűnnek a zsoldja a halál. A halálnak a zsoldja, tehát a halálról pedig az következik, hogy a kárhozat vár rá. És rájöttem arra is, talán az egyik legfontosabb pont volt a megtérésemben az, amikor elmondtam és ki tudtam mondani, hogy Uram, amit te mondasz, az igaz, és igazad van velem szemben. És ez a mai napig így van, és így látom, hogy bármi, amit mond és tanít, és helyre tesz, hogy megfed, Istennek igaza van mindig velem szemben. És nagyon mélyen szántott bennem az is, amikor föltették azt a kérdést, hogy mennyit ér egy ember. Mennyit ér egy ember akkor, amikor megy az utcán és megtámadják, kirabolják és esetleg az életét elveszik és a pénztárcájában 200 forintot vagy 10 lehet találnak. Annyit ért az az ember? És elhangzott, hogy az ember annyit ér, amennyit fizetnek érte. És én értem, nagyon nagy váltságárat fizetett az Úr Jézus Krisztus. És amikor ezt megértettem és tudtam, hogy a bűneimmel nem tudok mit kezdeni, akkor egyszerűen annyit tettem, hogy oda mentem az Úr Jézushoz, és azt mondtam, hogy Úr Jézus, ezek az én bűneim, és megvallottam a paráznaságomat, megvallottam a csúnya beszédemet, és minden, ami elindult, és ami bűnnek tudtam nevezni. És ez egy tudatos, komoly döntés volt, de a legfontosabb számomra az volt, hogy az Úr is komolyan vette ezt. És el is pecsételte egy igével, ami a Hóseás könyvében van megírva, 6. rész, 6. versben. Így szól, mert szeretetet kívánok én is, nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. És nem értettem ezt az igét, és utólag visszanézve az életemben látom, hogy nagyon sokszor volt az, hogy égő áldozatok voltak. De nem úgy kerestem az Urat. És amit megtanultam, az az volt, hogy feltétel nélkül őt szeressem, ez a vágya.
nem az ajándékaért, nem azért, nem azt keresve. Sokan lehet ezért keresik az Urat, hogy hát mit adsz nekem? De az Úr azt kérdezi, hogy te mit adsz, hogy én mit adok neki? Oda tudom-e adni teljesen az én életemet? Oda tudok-e adni mindent az ő kezébe? Mert ott van jó helyem. És ezután elkezdődött az Úrral való járás, amiről két momentumot szeretnék megemlíteni. Az egyik ez a bizonyos veszteségek, ami bizonyos értelemben beteljesült, mert a grund az elmaradt, de Isten igéje megvigasztalt, ezt mondja az Úr Jézus, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elvett a házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, én érettem is az evangéliumért, aki százaléknak kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, és szántóföldeket üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Az Úr ezt elkészítette számomra, és számodra is. Voltam ezután több szolgálatban is részt vettem az Úr kegyelméből, és egy momentumra nagyon emlékszem, Zimány József prédikált egy kis bihari faluban, és a végén azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és aki örök ki akar élni, az jöjjön vissza. És a legmegdöbbentőbb számomra az volt, hogy nem mindenki ment vissza. Tehát van, aki nemet mondott az Úrra, és azért mondtam el ezt, mert én is nemet mondtam az Úrra, mert két évig szólított engem az Úr. Keresett az Úr, és ezért kegyelem, hogy itt vagyok. És ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy ma Szilárd Peresemben voltunk egy kongresszuson, letekintést nyertettem is, az egyik Egyesült Államokból jött testvér szolgálatában a tétkozló fiú példázata jött elő. És a konklúziója ez volt, hogy valami elveszett, valaki kereste, és valaki megtalálta. És én is így voltam, és azért mondom ezt, mert nem tudod, hogy meddig keres az Úr téged. És azt szoktuk mondani, hogy tegnap, meg holnap nem lehet megtérni. Tegnap már elmúlt, a holnap bizonytalan, a ma az, ami itt van előttünk. És azt nem mondom, hogy nincsenek nehézségeim, nincsenek támadásaim és nincsenek terheim, mert ez nem igaz, mert vannak. De ezeket a terheket nem én hordozom, hanem az Úr Jézus Krisztus, akinek a kezébe letettem az életemet, és a bűnjárván megváltott engem. És elmondom előttetek is, hogy a legjobb döntést hoztam meg az életemben. Köszönjük szépen a bizonságtevést. Márk evangéliuma első rész 40 és 41 versét olvasom. Oda ment hozzá egy reprás, ki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszállta, kezét kinyújtotta, megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. Ennek az embernek az volt a vágya, hogy megtisztuljon a leprás betegségtől. És mit tett? Oda ment Jézushoz, és kérte és hitte azt, hogy ha az Úr Jézus akarja, meg tudja tisztítani. Ma is nagyon sokan szenvednünk a bűn leprájában. És az Úr Jézus ugyanúgy ma is meg tud bennünket szabadítani. Ő ugyanaz ma is, mint régen, aki volt. Csak ugyanazt kell tegyük, amit ez az ember tett. Ez az ember oda ment, kérte és hitte, és azt mondta, hogy ha akarod, meg tud tisztítani. Ma eljöttünk erre az Isten tiszteletre. Ez az ember is odajött az Úr Jézushoz. Mi kérjük azt, hogy az Úr Jézus tisztítson meg a bűn leprájából. Azoktól a bűnöktől meg akarunk szabadulni, mert csak akkor tudunk megszabadulni tőle, hogyha mi is akarjuk ezt. És ahhoz kell, hogy engedjük, hogy a jó is az Úr Jézus keze megérintsen bennünket. Mert úgy olvastuk,
hogy kezét kinyújtotta és megérintette. És meggyógyult ez a beteg. A következő énekünk is arról szól, hogy kezed, ha megérint, már elég. És a karja úgy mondja, érints hát kezeddel, ó Uram, tégy most bennem csodát. Énekeljük ezt az éneket is. Ameddig énekeljük, akkor addig gondolkodnunk is rajta, hogy valójában szeretném azt, hogy az Úr Jézus keze megérintsen ezen az estén.
Második verseiből így szól hozzánk Isten igéje. Akkor így szólt Elizeus. Halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy köböl finom lisztet egy sékelért és egy köböl árpát egy sékelért vesznek Samária kapujában. Erre az egyik főember, akinek a kezére szokott támaszkodni a király, így szólt az Isten emberéhez. Csak ha az Úr ablakot nyitna az égen, akkor lehetne ez. Erre így felelt Elizeus, íme látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Imádkozzunk. Uram, azt mondta a te prófétád, halljátok meg az Úrnak beszédét. Azt mondod most is, azt üzened most is, halljátok meg az Úrnak beszédét. Uram, kérünk téged, hogy tárd elénk a te szavadat, tisztán, egyszerűen, határozottan. Legyen éles, ígéd kardja ma este is. És néped és a választottak, hadd hallják üdvösségük beszédét. Krisztus keresztjéről szóló üzenetet, a megtérés drága evangéliumát. Ezt munkát kérünk szent lelked által a szívek mélyén, ahova emberi szó, emberi kéz el nem hatolhat, Uram. Azokban a mélységekbe nyúljon most bele a te kezed, ahová a mi gondolataink sem jutnak el. Olyan területeket illessél, amelyek el vannak zárva, saját magunk előtt is olyan dolgokat ítéli meg, melyeket nem is gondoltunk volna önmagunkról, és olyan ajándékkal ajándékoz meg, melyet nem is hittünk volna korábban. Jézus Krisztus nevében cselekedj így. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek. Nagy öröm és kiváltság együtt lenni Isten házába, énekelni, imádkozni, az Isten igéjét hallgatni. Üdvözölünk mindenkit, aki eljött Isten házába. Mi a helyi gyülekezet, a baptista gyülekezet nagy örömmel és lelkesedben készültünk erre a hétvégére, és örülünk annak valamennyinknek, akik elfogadták a meghívásunkat és eljöttek ma este is. Adja az Úr, hogy hasznos legyen mindenki számára. Köszöntjük szeretettel Gál Lajos testvért is, aki újból közöttünk van. Tegnap is együtt lehettünk, és ma is, holnap is, ha az Úr ad kegyelmet és megsegít. Imádkozunk, hogy az Úr használja testvérünket ma este is. Órán testvért is, aki vele érkezett, köszöntjük szeretettel, örültünk a bizonságtelésnek, az Úr áldja meg testvérünket. Meg mindenkit, aki eljött a városból, vagy más környező falvakból, a Jóisten segítsen, hogy tudjunk rá figyelni. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Azután Gál Lajos testvér fog igényt kérni.
tegnap arról a történetről szóltam, amikor egy szíriai hadtest, egy kisebb csapat próbálta Elizeust eltenni lábalól, azért, mert nagyon útba volt nekik, mert Elizeus már hadászati tényezővé vált az ő profétálásával, Isten igéjének a meghirdetésével. A mai alapigének a környezetében, előzményeiben azt olvassuk, hogy fokozódik a nyomás. Nem csak egy kisebb csoport jön át a határon, nem csak egy kisebb csoport fenyeget, sokkal-sokkal komolyabb a fenyegetettség. Az egész szíriai hadsereg elfoglalja Izraelnek a területét, ugye ketté szakadt már az ország, az északi országrészről van szó, Samária a főváros, ide szorulnak vissza a zsidók, itt próbálják megvédeni a várost, és óriási nagy a városon a nyomás. Nagyon nagy a nyomorúság. Rettenetes ez az éheztetés, amit az ellenséges hadsereg csinál, hogy a várfalak mögé szorítják Istennek a népét, és nem tudnak élelmiszert sem termelni, sem vásárolni, sem beszerezni. Egyszerűen a jól bevált taktikát alkalmazzák ezek a szíriaiak, és kiéheztetéssel próbálják bevenni a várost. Óriási bent a feszültség, óriási bent a nyomás. Szamárfejet esznek. Nem tudom, hogy ki élet már szamárfejet közöttünk, de hát még a disznónak a fejét is ugye azért jól megválogatjuk, hogy abból mit veszünk magunkhoz, meg mit dobunk ki abból. Óriási összegekért cserélt gazdát egy-egy szamárfej, szerencsés volt, aki kapott. Aki nem jutott hozzá a szamárfejhez, az egy picit rosszabbul járt, de hálás lehetett, ha jó sok pénzért legalább galamb trágyát tudott vásárolni, azt csemegészgették, nem csipszeket ettek, mint mi, hanem galamb trágyát. És voltak aztán olyanok is, akik a saját gyerekeiket ették meg, meg egymásnak a gyerekét. A kis csecsemőket az anyák ellopkodták egymástól, és felzabálták a saját gyermekeiket. Óriási nyomorúság, óriási vészhelyzet, rettenetes bűnök jönnek ott elő, az emberből előtör a farkas, és amikor a király szembesül Jórám király ezzel a helyzettel, akkor teljesen kivetkőzik önmagából, szó szerint megszaggatja a ruháját, látszik, hogy zsákban jár, a megszaggatott ruha alatt zsákruha van, egy gyásznak, egy nyomorúságnak, sanyarúságnak a jelképe az, és ez a király ez mérges lesz, ideges lesz, és keresi a hibást, ki a hibás ezért a helyzetért, ezért a kialakult nyomorúságért. Hát ki a hibás ezért a kialakult nyomorúságért? Ugye egészen természetes és magától értetődő, hát Isten a hibás érte, ugye? Mert ezt mondja Jórám király. Isten szolgálja, Elizeus a hibás ezért a helyzetért, meg maga az Isten. Így olvassuk a 6. fejezetben a 31. verset. Úgy cselekedjék velem Isten, és úgy segéljen, hogy Elizeusnak, Sáfát fiának a feje ma nem marad a helyén. Aztán a 33. versben íme ilyen veszedelem származott az Úrtól. Miért várjak még tovább az Úrra? Nem ugyanez a helyzet ma is? Semmit nem változott a képlet, igaz? Van valamilyen nyomorúság? Hogy engedhette meg ezt Isten? Hát ha van Isten az égben, akkor biztos, hogy ilyet nem engedhet meg. Hát ez teljesen képtelenség. Hogyha van, akkor hogy engedhet meg ilyet? Miért nem vigyázzánk? Miért nem tart meg bennünket? Őt hibáztatják az emberek. Az emberek Istent hibáztatják azért, ami történt. Neki megy egy busz, egy pillérnek Olaszországba, ott égnek bent a gyerekek. Ki a hibás? Ha van Isten, akkor miért engedte meg? Rögtön megtaláljuk a hibást, igaz? Rögtön van kit előhúzni. Addig nem kell nekünk Isten, mikor áldani akar, mikor a szívünkre akar beszélni, mikor hív minket az ő tiszteletére, az ő imádatára, mikor hív minket megtérni, mikor szembesít minket önmagával, önmagunkkal,
bűneinkkel, kegyelmével, addig nekünk nem kell. Amikor jön a nyomorúság, akkor meg Isten csinálta ezt a dolgot, miért engedi meg, miért hagy minket ilyen helyzetbe? Akkor rögtön van Isten, akkor rögtön előkerül az ő neve. Boxzsáknak használják. Van kit hibásítani, van kire rákenni a dolgokat. Miért engedte meg? Szeretném nektek elmondani, és legelőször ezt nagyon nyomatékossá tenni, hogy Isten nem engedte meg ezt. Nem engedte meg. Hanem nagyon jól látta Isten, hogy ez következik be, hogyha őre áll nem hallgatnak. És azt mondta az Úr, hogy gyere én hozzám, kösd velem össze a te életedet, vigyázzál magadra, figyeljél énre jám, kövesd az én igémnek az utasítását, mert különben nagy bajba fogsz belekerülni. Isten nem engedi meg ezt. Ő azt mondja, hogy én nem akarom a nyomorúságot. Én nem akarom, hogy legyen bűnözés ebben a világban. Nem akarom, hogy legyenek katasztrófák ebben a világban. Nem akarom, hogy legyenek végzetes hibák ebben a világban. Nem akarom, hogy tönkre menjen az ember. Nem akarom, hogy legyen halál. És a legelején, amikor az egész történet kezdődött még az Édenkertben, akkor Isten egy nagyon nagy felelősséget bízott az emberre, és azt mondta, hogy őrizd meg ezt a földet. Őrizd és műveld. Mitől kellett őrizni ezt a földet? Mit jelentett az, hogy őrizd meg a földet? Tudjátok, az ember végtelen ostoba lény. Szerintem a róka kölykök, a róka lukakban sokkal bölcsebbek, mint az ember. Azt mondja Isten, ne szakítsál arról a fáról. Ne kövessél el bűnt. Ne legyél engedetlen. Az ember azt mondja, szakítok róla, egy kicsit eszek belőle. Nagyon kívánatos, nagyon finom, és akkor okos leszek és bölcs. Mi van ebben? Azt van, tudod, hogy amikor az ember kinyitja a bűnnek az ajtaját, megkapja azt a pár kis falat édességet az ördögtől, akkor azon az ajtón utána, amit kinyitott, a bűn nevezetű ajtón elkezd bejönni utána a nyomorúság. Az ember kinyitja az ajtót, és vétkezik. És aztán azt mondja, Uram, hogy engedhetted meg a nyomorúságot az életemben? És Isten azt mondja, a kettő, kedves barátom, összefüggésben van. Összefüggésben van. És nem miattam van a nyomorúság, hanem ha ez tőlem függne, akkor nem lenne nyomorúság. Én rábíztam, hogy te tartsad zárva ezt az ajtót, hogy ne nyissad ki ezt az ajtót. Hogy ne vétkezzél. Te azt hiszed, hogy te csináltál egy bizonyos dolgot, és aztán a nyomorúság valahonnan máshonnan bejött, és Isten mérengedte ezt, de a kettő szoros összefüggésben van. A bűn miatt van a nyomorúság az embernek az életében. Ami bűneink miatt szakadt a sok baj a mi fejünkre. Látszólag, ha nincs is semmi összefüggés, a mennyekben és a valóságban mégiscsak van. A bűn okozza a földi életben a nyomorúságot. Meg kellett volna őrizni ezt a földet. És Isten így indítja útra a te életedet. Így indítja útra a te házasságodat. Őrizd meg ezt a házasságot. Így indítja útra a te családodat. Őrizd meg a te családodat. Így indítja útra a gyülekezetet. Őrizd meg ezt a gyülekezetet. És mind azt mondja, hogy vigyázzál rá. Ne nyissad ki a kapukat, ne engedjed be a gonosz, mert be fog jönni egyből. Én tudom, én ismerem ezeket a dolgokat, kérlek, hogy tartóztasd meg magadat, vigyázzál magadra, azzal táplálkozzál, amit én adok neked. Függjél az én igémtől, az én szavamtól, az én szeretetemtől. És ne menjél be ezekbe a dolgokba, mert pórul fogsz járni. De mi nem vigyáztunk magunkra. Nem vigyáztunk a házasságainkra, nem vigyáztunk a családjainkra, nem vigyáztunk a gyülekezeteinkre, nem vigyáztunk arra, amit Isten ránk bízott, és akkor jött a nyomorúság, és ezek a dolgok tönkre mentek.
hogy engedhette meg Isten. Isten egyáltalán ezt nem engedte meg. Azt mondta, hogy ne csináld. De te mégis megcsináltad. Hogyan lehet ebből a dologból kimászni? Hogyan lehet ebből a dologból kijönni? Mert ha nem lehetne ebből kijönni, akkor hát én nem is jöttem volna ide el. Akkor lehet, hogy ezt megírtam volna egy e-mailbe, azt elküldtem volna Szatmárnémeti testvéreknek, olvassátok el, kinyitottátok az ajtót, bejött a gonosz, a bűn, az ördög, a nyomorúság, úgyhogy ez az oka, ezt jegyezzétek meg, ámen. Tehát ezért nem jöttem volna ide. De ki lehet ebből jönni? Van ebből egy kivezető út. Isten próbálkozik az emberrel még egyszer. És így szól Elizeus, halljátok meg az Úr beszédét. Na, Istennek a beszéde az, amely ki tud téged vezetni a nyomorúságból. Ki tud téged vezetni abból a helyzetből, hogy kinyitottad azt az ajtót, de becsukni már nem tudtad. Bejött rajta a bűn, bejött rajta a romlás, bejött rajta a gonosz, de már nem tudod visszazárni, mert annyira tódul befele, hogy nem engedi, hogy vissza legyen csukva. Elsodortak téged ezek a nyomorúságok. Hogy lehet megint bezárni az ajtót? Hogy lehet megint felépülni? Hogy lehet megint vigyázni, és azt mondani, legközelebb jobban fogok odafigyelni. Az Istennek az igéje által. Mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek a megtartása által. Szeretném nektek elmondani, hogy amit Isten kijelentett, az mind igaz dolog. Hogy amit Isten mondott, azok mind valóságos dolgok. Abban nincsen semmilyen tévedés és semmilyen hiba. Isten igéje tiszta, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Olyan tiszta az Istennek a beszéde, és igaz, és minden be fog teljesedni. És aki erre bízza, az Isten igéjére bízza az életét, az ki fog tudni jönni abból a nyomorúságból, amelyekbe belekerült az ő bűnei miatt. Ebben az adott helyzetben mi történt? Mit készített el Isten? Nagyon érdekes. A szabadulásunk az útja. Samária kapujában ült 4 leprás ember. És ezek a leprás emberek ugyanúgy éheztek, mint azok, akik bent voltak a városban. Ugye a leprásoknak el kellett különülniük az egészségesektől, hogy nehogy elkapják a betegséget tőlük az egészségesek, és ezért ők kívül voltak a városon, a város kapujában ültek. És gondolkoztak. Nekik volt erre lehetőségük, amire a többieknek nem. Mert leprások voltak. Azt mondták, mi halálra vagyunk ítélve. Gyógyíthatatlan, halálos betegségbe szenvedünk. Ha bemegyünk a városba, akkor éhen veszünk a város lakóival együtt. Ha itt maradunk veszteg és nem csinálunk semmit, akkor éhen veszünk itt kint a kapuk előtt. Itt sincs ABC, itt is éhen halunk. Ha elmegyünk az arámokhoz, ha legfeljebb megölnek minket, meglátják, hogy ezek zsidók, ráadásul még leprások is, azonnal végezzük ki őket, hát legalább rövidülnek a szenvedéseink. Hamarabb végez velünk a kard, mint a betegség. De lehet, hogy adnak nekünk egy kis élelmet. Nincs veszíteni valunk. És végül ez vezetett Isten népének a szabadulásához. Ez a felfogás, hogy nincs veszíteni való. Így is úgy is meghalok, így is úgy is végem van, vagy itt, vagy ott, vagy amott, de van egy picike esély, hát ha hozzájutok az élelemhez. Végül hozzájutottak. És tudjátok, nagyon sokszor az ember akkor tér meg, akkor adja a szívét Jézus Krisztusnak, amikor már nincsen veszíteni valója. Már így is úgy is vége van. Már most már mindegy. Vagy megdöglök, vagy megtérek. Mindegy. Hát akkor legyek hívő. Amikor először jártam itt közöttetek ebben a gyülekezetben, akkor még Vékás Zoltán testvér látott minket vendégül. És elmondta az ő szolgálatát, az ő történetét. Alapítottam magyar gyülekezetet, alapítottam román gyülekezetet, alapítottam roma gyülekezetet, most fáradozok a rákosok gyülekezetén. Csak
ennek nincsen tagsága meg nyilvántartása. Mert ahogy megtérnek, aztán mennek egyből az Úrhoz. Elmondta V.K. Zoltán testvér, ugye elmondták neki, hogy pár hónapon belül meg kell, hogy halljon, azt húzta be 10 évig. Szóval Isten nem engedi, hogy meghallja, mert én vagyok a rákosoknak a misszionáriusa. Egyetlen egyszer sem utasították el az evangélium hirdetésétől, amikor megkeresett valakit, aki halálos beteg volt. Azt mondja, egyetlen egy eset sem volt a hosszú évek alatt, hogy engem valaki elutasított volna. Még a személyzet, még a takarítónéni, még az orvos is fogadta tőlem az evangéliumot. És amikor kivizsgáltak engem, és ott bent voltam, akkor elkezdtek kérdésekkel bombázni a személyzet, meg az orvos, a kezelő orvosom, és bizonyságot tudtam tenni. És nagyon-nagyon sokan megtértek. Nincs ember, aki elforduljon az Istentől abban a helyzetben, mert nincs mit veszíteni. Annyira kedves Istennek a megtérés, annyira kedves Istennek, amikor átadod magadat neki, annyira kedves az Úrnak, amikor valaki hozzámegy, hogy képes Isten mindentől megfosztani, csak hogy ebben a helyzetben láthasson. Képes mindentől megfosztani. És amik ő tőle távol tartanak téged, azokra Isten lesújt az ő féltékeny szeretetével. Mert az Isten szeretete féltékeny. És aki féltékeny, az megy azután, akit szeret. Az küzd azért, akit szeret. Az nem akarja látni, hogy más ölelje, más csókolja, hogy másé legyen, hanem harcol érte, megy érte, és a mi Istenünk így harcol értünk. És azt mondja, mindent megteszek, minden árat meg fogok hozni azért, hogy az enyém legyen, hogy megértse azt, hogy mennyire szeretem, hogy megértse, hogy mi a tét, hogy megértse, hogy miről szól ez az egész, hogy kerek a föld, és rajta emberek vannak. Ha van olyan közöttünk, aki ilyen megfosztott ember, aki ilyen tönkrement ember, akkor az nem azért van, mert Isten jól ellátta a bajodat, és a te bűneid miatt agyba főbe vert téged, hogy lássa, hogy hogyan kínlódsz, hogyan vonaglasz, hanem azért, hogy Isten megfosszon téged attól, ami őtőle halálosan elválasztott. És azt mondja, gyere így hozzám. Ebben az állapotokban, ebben a nyomorúságodban én felemellek téged, én megbocsátok neked, én fogadlak téged. Isten tudja használni a gyengéket. Isten várja a megalázottakat, a kicsinyeket, a senkiket, a tönkrementeket, akiket tönkretett a bűn, a betegség, a nyomorúság. És Isten várja azoknak a szavát, a megtérés féltékeny szeretetével, azoknak a megtérését várja, hív, szólít, jön, kér, utánunk jön és a lelkünkre beszél. Csak miért kell ezt megvárni, tudjátok? Miért kell eddig eljutni, hogy valaki eljusson a legaljára? Miért kell feltétlenül odáig eljutni, hogy nekem már úgyis mindegy, akár meg is térhetek. Miért kell eddig eljutni? Miért nem lehet úgy csinálni, mint Péter? Aki tudta, hogy bűnös. És amikor az Úr megáldotta a halászatát, a halász hálóját, hajóját, és tele volt halakkal, Péter nagyon elszégyelte magát. És visszaemlékezett a bűneire Péter. Egy családapa, egy munkában edzett férfi ember, aki ott van a helyén, a halászháló mellett. Nem a kocsmából hívja ki Jézus, nem is a szajháknak a kezéből. Családi életet él. Az anyósát az Úr Jézus meggyógyítja. Volt felesége, volt munkahelye, és mégis arra emlékezik, mennyi bűnt elkövettem. És mondja Péter Jézusnak, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok, és az Úr Jézus nem megy el. Azt mondja, éppen érted jöttem, te bűnös. Éppen azért jöttem le, mert láttam, hogy milyen helyzetben vagy. Gyere és kövess engem, azt fogom veled csinálni, hogy te embereket fogsz halászni.
és Péter repült az Úr Jézus után. És ott hagyta a hajóját, ott hagyta a szakmáját, a vállalkozását, a bevételét. Ki fogja eladni azt a sok halat, majd a többiek, a rokonság. Ott hagyja a feleségét, ott hagyja a családját, és megy Jézus után. Miért várta volna meg Péter, amíg már semmit nem tud Jézusnak adni? Miért várta volna meg? Nem várta meg, hanem odaadta az Úr Jézusnak ezeket a dolgokat. Lemondott az Úr Jézusért ezekről a dolgokról, és követte az Úr Jézust. És ott volt Lévi, a vámszedő, a másik tanítvány, akiből Máté lett. És ott ült egy halompénznek a tetején. És ő volt a kiszolgálója a római hatalomnak, amely uralkodott a zsidóságon annak idején. És jó pozíciója volt. Másoknak arra fájt a foga. De jó, bejött az élet ennek a Lévinek. Én is szeretnék olyan lenni, mint ő. Ő az én példaképen. Milyen dörzsölt fickó. Hogy tud pénzhez jutni? Milyen jó kocsija van? Milyen jó nők mennek a lakására? Milyen kérót épített? Micsoda tengerparti üdülései vannak? De belül, tudjátok? Valami óriási nagy űr volt. Belül valami óriási nagy vágy volt. És már azt várta Lévi, bárcsak valaki elvenné tőlem ezt az egészet. Megundorodtam saját magamtól, az eljárásomtól, a beszédemtől, a csalásaimtól, a pénzimádatomtól. Nem ad semmi békességet és örömet. Bárcsak ki tudna ebből valaki billenteni. Volt egy szó, az Isten igéje. Jöjj és kövess engem. Ennyi volt a prédikáció. A teológián erre a prédikálásra nagy egyes adnának. Vagy nem tudom, nálatok mi a legrosszabb, hogy nálunk az egyes. Hát azt mondanák a professzorok, ha én így prédikáltam volna, jöjj és kövess engem, gondoljátok ilyen, feljövök evangelizációban, jöjj és kövess Jézus, és lemennék. De valakinek ennyi kell. És hagyta ott az egész pénztárcáját, az egész szakmáját, az egész sikerességét, az egész hatalmát, és ment Jézus után. Ott volt Zákeus, felmászott a fára, mert egy kicsi ember volt. Látni akarom Jézust. Bármi áron, nem érdekel semmi. Jézus felnéz, szállj alá, nálad kell megszállnom, megvacsoráznom. És megérik benne a gondolat, mit adhatnék neki? Mit adhatnék neki? Mit tehetnék az oltárra? És neki volt mit tenni az oltárra. Nem az volt Zákeusnál, hogy hát nekem már úgyis mindegy, akkor inkább leszek Jézus követője, vagy itt döglök meg. Nem ez volt a helyzet. Neki volt egy egzisztenciája, neki volt elképzelése. Ő nyerekben volt, ő tudott mit adni Jézusnak. És azt mondja, a vagyonom felét odaadom a szegényeknek. És ha valakitől valamit elvettem, a többszörösét fogom visszaadni. Egy csaló gazember volt, de kárpótolt azokat, akiket megcsalt. És követte Jézust. Szeret Isten téged annyira, hogy mindentől megfosszon. Szeret annyira. Hogy azt mond a végén, most már akár meg is térhetek, mert úgyis mindegy. El tudja Isten végezni, van rá hatalma. Majd jusson eszedbe. Vannak erre példák. De miért várnád meg ezt? Miért várnád meg ezt? Bándi Sanyi bácsinak van egy híres története, hát szerintem százszor elmesélte, én legalább háromszor hallottam tőle. Továbbadom, mert ide illik. Az egyik gyülekezetben, ahol szolgált, volt egy idős nőtestvér, aki úgy imádkozott, mindig úgy kezdte, hogy jaj! Jaj nekem, jó Istenem, jaj, így jajjuk! Oda ment hozzá Sanyi bácsi, a testvérnő, mit jajgatik maga? Hát az Isten annyira szeretett minket nem jajgatni, hanem örvendezni. Mondja meg, mit jajgat? Testvérén ifjú koromban odaadtam magam az Úr Jézusnak. Aztán jött egy szép fiú, rám kacsintott, összekötöttem vele az életemet, de az nem volt megtérve. Az egész életem pokollá vált ebben a házasságban. Letértem az Isten útjáról, és az egész életemet úgy éltem végig, hogy nem jártam Jézussal. Látja, most itt van ez az öreg, ez a görbebot a kezemben. Erre támaszkodok. És én, mikor már a férjem meghalt, az egész életem tönkrement, időskoromban visszaadtam magamat Jézusnak, de én már csak a görbebotos éveimet tudom neki odaadni. A
a görbebotos éveit, az egész életemet eltékozoltam. Minden évet, az ifjúságomat, a képességeimet, az adottságaimat, az értelmemet, mindent eltékozoltam. Már csak a görbebotos éveim maradtak, már csak ezt tudom Jézusnak adni, azért jajgatok. Azt mondta Zsanyi bácsi, akkor magának megengedem, maga jajgathat. Igaza volt. Ha van még, amit Jézusnak adjál, ha van még ifjúságod, ha van még, vannak még anyagi javaid, ha van diplomád, ha tudsz idegen nyelveket, ha tudsz zenélni, ha tudsz gyerekekkel foglalkozni, ha van még fizikai erőd, ha van benned még elképzelés, ha vannak terveid, ha van benned rátermettség, talpra esettség, ha van benned bátorság, ha vannak készségeid, vannak ajándékaid, adod ezeket Jézusnak. Ha még szűz vagy, add a te szűzességedet Jézusnak, leányod a fiúk is. Uram, ez a tiéd, ez téged illet. Ha van még pénzed, ne hagyj, hogy eltávolítson Jézusról, add neki oda, hogy összekössön, tedd áldozatként az ő oltálára. Ha még valamit tudsz neki adni, ne az öreg botos éveidet add oda, ne a leprás testedet add oda, ne a haldokló testedet, lelkedet add oda, hanem tedd oda magadat az ő gazdagságába, az ő szépségébe. Méltó rá. Érted? A fiát adta érted. Nem a selejtet adta oda Isten érted. Nem az unalmas perceiben faragott ki téged meg ezt a keretvilágot. Nem egy ilyen népművészeti alkotás vagy, hanem Isten erejének a java vagy. Isten munkaképességének a legszebb alkotása vagy. A legnagyobb erőfeszítés árán születtél meg. Az ő teremtő erejébe, termő erejébe alkotott meg téged az Isten. És az ő a legnagyobb áldozatát hozta érted, a saját fiát adta oda érted. Méltó, hogy odaadjál neki mindent. És amit nem adsz oda, az a fillér, az a másodperc, az el fog téged szakítani az Isten szeretetétől és az üdvösségtől. Könnyű leprásként megtérni. Könnyű tékozló fiúként megtérni. Akkor térjél meg, amikor még otthon vagy, amikor még mindened van, amikor még gazdag vagy, azt adod oda az Istennek, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, tisztességet, bölcsességet, hatalmasságot, dicsőséget és erőt, és áldást. Add neki oda, mert méltó. Elmentek ezek a leprások, és Isten olyan dolgokat tud csinálni, el se hinnétek. Ilyen dobogást, hangot hallottak azok a arámok, a szíriai sereg. És amikor hallották ezt a harci zajt, Isten támasztott egy harci zajt. Hát ő még ilyet is tud. Hát úgy beijedtek ezek az arámok, hogy elmenekültek. Azt hitték, hogy felfogadott, a zsidó hadsereg felfogadott egy másik hadsereget, a hettitákat, hogy segítsék meg őket. Jaj, rajtunk vannak, reszkedtek, elszaladtak. Spurgeon mondta, a halál semmi a halál félelemhez képest. De nudli. Halál félelem, az a kemény falat. Na ezekbe belement a halál félelem. Jaj, nekünk végünk van. Ugye menekültek, olyan gyorsan vették az iramot, hogy ott hagytak mindent. Kaját, sátrat, felszerelést, hadi felszerelés, mindent ott hagytak, elmenekültek, még a ruhájukat is elhányták, hogy ne akadályozza őket a menekülésben. Bementek a leprások, látták, hogy üres a tábor, ott a sok élelem, jó, bekajáltak, de mondták, hogy hát nem jó dolgot csinálunk, ez örömhírmondásnak a napja. Hát Isten nagy szabadítást végzett, örömhírmondásnak a napja. És menjünk el, és mondjuk meg, hogy mi történt. Menjünk el és mondjuk meg, hogy itt rengeteg étel van, és rengeteg hadizsákmány van, és lehet jönni. És ezt Elizeus előre megmondta, hogy így lesz. Amikor vádolta a király őt, meg az Istent, Elizeus elmondta, hogy nagyon olcsó lesz az élelmiszer. Nem kell drágán szamárfejet venni, mert nem a galambtrágyát fogjátok szopogatni, meg egymás gyerekét megenni.
hanem normális ételt esztek, és nagyon olcsó lesz az étel. Ezt Elizeus előre megmondta, Isten ezt el fogja végezni. Így lett, így történt. Ezek igaz beszédek. Ez a történelem. Ez a történelem. Tudjátok, a románok megírják a maguk történelmét, a magyarok is megírják, aztán majd vitatkozhatnak egymással, ha akarnak, ha nem mennek éppen késhegyre emiatt. Ez egy hiteles történelem. Ez így jól le van írva. Beteljesedett? Amit Elizeus mondott, beteljesedett. Úgy lett, ahogy Elizeus mondta, úgy lett. Ki nem részesedett ebből az áldásból? Ki volt az, aki nem jutott hozzá ehhez az élelemhez? Nem jutott hozzá az Isten szabadításához? Aki nem hitte el, az nem jutott hozzá. Beteljesedett, de nem jutott hozzá. Látni fogod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Gúnyolódott. Csak Isten ablakot nem nyit az égen, akkor meg lehet. De egyébként ez teljesen ki van zárva, ez egy teljes lehetetlenség, amiről te beszélsz. Ez egy őrültség. Őrültségnek tűnik neked a megváltásnak a csodája. Őrültségnek tűnik neked az, hogy Isten halottakat tud felhozni a halálból. Őrültségnek tűnik neked az, hogy Isten képes megalkotni és elpusztítani ezt a világot? Meg fogod látni, hogy mind az igaz, ami Isten igében le van írva. De nem eszel belőle. És az a férfi, aki hitetlenkedett és gúnyolódott, és azt mondta, hogy ez teljes mértékben lehetetlen, az odaállt a kapuba és próbált valami rendet csinálni, hogy szépen menjünk emberek, ne tolongjunk, ne ordibáljunk, ne úgy, mint az állatok, emberek módjára viselkedjünk. Hát a király odaállította, hogy intézkedjen. Hát eltaposták, keresztül gázoltak rajta, semmibe vették, belehalt a sok taposásba. És ez nem olyan halál, nem mint a guillotine, hogy egyetlen pillanat és aztán elsötétül minden. Akit eltaposnak, az tud gondolkodni. És eszébe jutott az, amit Elizeus mondott. Tényleg úgy volt, hogy ez az eszelős megmondta. Na felállok, leporolom magamat, mert egy páran a nyakamra lépek, meg összekoszolták az öltönyömet, még a nyakkendőm is csúnyán áll. Felállok és elmegyek, én is veszek már egy kögöl finom lisztet, mert nagyon megéheztem már, régen ettem. De mikor fel akar tápászkodni, valaki megint rátaposott, nem látták az emberek, mindenki előre ment, nagy tömeg volt. És nem csak az jutott eszébe, hogy Elizeus megjövendőlte, hogy bőség lesz, és Isten szabadítást fogadni, hanem az is eszébe jutott, hogy én kigúnyoltam őt, és azt mondtam, hogy nem lesz így. És kigúnyoltam az Istenével együtt, hogy Isten nem képes erre, és te badarságokat beszélsz, és eszébe jutott neki. De aztán már nem ehetett belőle, mert halálra tipoltál. Szeretném neked elmondani, hogyha te hitetlenkedsz, akkor meg fogod látni, de nem eszel belőle. Mindenki szembesülni fog azzal, amit az Isten elkészített. Isten mindenkinek meg fogja mutatni az ő hatalmát. Feltámadnak mindenki. A halál is ki fogja adni a halottakat. A pokol is ki fogja adni a halottakat. Minden ember, aki erre a világra megszületett, örökké fog élni. Minden ember, az emberi élet örökké valóságra szól. A halál meg fog halni a végén. Az csak egy gyűjtőhely, egy átmeneti állapot, de a halált be fogja Isten vetni a kénkőben izzó tóba. Mindenki örökké fog élni. És a pokol nem az, hogy majd az ördögök egy háromágú vasvillával szurkálják a te fenekedet. Hanem az a pokol, hogy meg fogod látni azt, hogy amiről az a szakállas prédikátor Magyarországról beszélt, hogy feltámadnak a halottak, és akik hittek az Úr Jézus Krisztusban, bemennek az ő dicsőségébe, az pontosan úgy történik. És megalkotja Isten az ő csodálatos országát, és beviszi a megszentelteket, akik nem arról híresek, hogy nem vétkeztek, hanem arról híresek, hogy megbocsátottak a bűneit.
Ez így lesz. De te nem fogsz oda bemenni. De neked nem lesz oda belépésed. És a pokolnak a kínja, a tüze, az nem, ez, nem egy ilyen nagy mággyarakás lesz, és te egy üstben fogsz ott fortyogni, nem tudom milyen pokoli lében, kígyókkal, meg békákkal megfűszerezve. Hanem látod azt, hogy igaz volt, amit nekem hirdettek. Igaz volt, amit nekem mondtak. Igaz volt, amikor érted imádkoztak. Igaz volt, amiről a fülem hallatára énekeltek. És annyira szeretnék bemenni, de nem lehet. Ez a pokol. Hogy látod majd a mennyei dicsőséget. Látod majd Isten megdicsőült fiát. Látod majd, hogy milyen áldozatot hozott érted. Látod majd, hogy milyen erővel volt hirdetve az evangélium, mintha a szemed előtt feszítetett volna meg. Látod majd a szenteket bemenni az Isten országába, de te nem mehetsz be. Mert akkor már nem annak lesz az ideje. Mert akkor már bezárulnak az ajtók. Mert akkor már nem lehet dönteni. Akkor már nem lehet bemenni. Most lehet. Értitek? Ezt nem az ragadja meg, aki látja. Az nem kap belőle, aki látja. Hanem aki hisz benne, azt tudja megragadni. Hitáltal. Nem arról van szó, hogy hiszem, ha látom, hanem látom, ha hiszem. Nem a hitemnek az a feltétele, hogy lássak, hanem a látásomnak az a feltétele, hogy higgyek. Igaz az Isten beszéd. Ragad meg hittel ezeket a beszédeket. És már meg fognak nyílni a te szemeid. És amikor bemész majd az Isten országába, ahogy a testvérem elmondta, hogy nem bánta meg egy perces, ahogy megtért, akkor azt fogod mondani, hogy megérte. Megérte kínni, megérte küzdeni. Állítólag Erdélybe történt az is, hogy az igaz vagy kitalált, nem tudom, mert nem a Bibliában van. Úgyhogy emögé már kérdőjelet kell tenni. De ami az üzenet ennek a kis történetnek, az nagyon tanulságos. Egy ébredési konferencia volt valahol távol, egy egyszerű szegény ember otthonától, és nagyon vágyott oda, ahhoz, hogy elutazhasson, kis darabka földjét eladta, pénzét tette, felszállt a vonatra, elutazott, befizette az ebédet, a szállásköltséget, és részt vett azon a konferencián. És mint csak dünnyögte magában, megérte. De megérte. Hallja jó bizonyságokat, jó ige hirdetéseket, előadásokat. Csak mondogatja, de megérte. Kérdezi tőle, maga bácsi, miért mondja, hogy megérte, megérte? Miért? Elmondja, eladtam a földemet, pénzét tettem a kis földecskémet, mert nem tudtam volna ide eljönni, de nem bánom, nem tudom, miből fogok élni, ha hazamegyek, de nagyon megérte, hogy ezeket én hallhatom, hogy a drága megváltóról hallhatok. Na, a barátok összebeszéltek, de ez a bácsi odaadott mindent, még a földjét is eladta, hogy eljöhessen erre a konferenciára, gyűjtsünk neki egy kis pénzt. Na, összedobták a barátok, a testvérek a pénzt, odaadták a végén a bácsinak, a bácsi számolgatja. Megérte. De megérte. Mindenképpen megérte. Ha te eldöntöd, hogy hinni akarsz az Úr Jézus Krisztusban, meg akarod ragadni a láthatatlan dolgokat, mert ezek hallható dolgok. Hallható dolgok, de nem láthatóak. De egyébként meg hallhatatlanok. Hallhatóak, de hallhatatlanok. Csak az egyiket egy ellen lévünk, a másikat meg kettővel. És ha ezt megragadod, te azt fogod mondani, hogy megérte. Földi léten át, te annyi vigasztalást, annyi kegyelmet, annyi áldást fogsz kapni, végig azt mondod, megérte, Uram. És akkor bemész az Isten országába, azt fogod mondani, miért nem tettem én ezért sokkal többet? Miért nem tettem én ezért sokkal többet? De akkor már nem tehetsz többet. Valaki már a földön látja ezt. Miért csak a gördebotos éveimet adtam? Annyira édes ez a kegyelem. Tudtam én leánykoromban, de miért csak most élvezem ennek minden áldását, örömét? Már a földön. Itt van a menny közöttünk, itt van az Isten országa közöttetek. Be lehet menni. Áldó drága, csodálatos dolog ez. Ne foglalkozzál te a halakkal, a feleségeddel, a családoddal, az egészségeddel, a pénzeddel. Tegyél oda mindent az Isten oltárára, ne váld meg, mint leprás leszel.
a te fénylő teljességedet add oda az Úr Jézus Krisztusnak, menjél, menekül, mensd az írhádat, és ragadd meg a drága kegyelmet. És dicsőítsd a csodálatos megváltót azért a szabadságért, és megdicsőült örömért, amely ott van minden egyes gyermekének a szívében 2000 éve szakadatlanul. Megdicsőült és kibeszélhetetlen örömmel örvendeznek az Isten szentjei. Legyél ezek között. És amikor belegyünk az ő országába, milyen csodálatos lesz ővele együtt élni. Nélküle örökké élni a pokol. Vele örökké élni a mennyország. Én hirdetem neked az örök életet. De az lehet kárhozat is. Nem fogsz végleg elpusztulni. Nem leszel öntudatlan. Tudni fogod, hogy nem döntöttem Jézus mellett és azért vagyok itt, vagy döntöttem Jézus mellett és azért vagyok itt. Ezzel teljes mértékben tisztában leszel. Ez az örök élet. Én most arra hívlak, hogy töltsd ezt az örök életedet az Úr Jézussal. Add neki oda, amit van. Ha nincs semmit, csak görbebotod, a görbebotot add neki. Azt jajos. A mennybe már nem fogsz. De amit csak tehetsz, amit csak van, add mindent az Úr Jézusnak a kezébe. És kövesd őt, és add oda neki az életedet úgy, ahogy ő odaadta az életedet, az életét. Te neked is, te élete. Mennyei édesatyám, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed lehajol. De helyet kér magának. Helyet kér magának a szívünkben, a fejünkben. Az időnkből szeretné elfoglalni a te kegyelmed a helyét az életünkben. És szeretne a te kegyelmed lapozást venni a mi életünkben. Nem csak megérinteni, nem csak egy órát akarsz velünk tölteni, hanem egy örökké valóságot, mert a te kegyelmed és szereteted féltéken, és te harcolsz azért, akit alkottál, akiért a fiat a vérét ontotta, és köszönöm, hogy mi lehetünk azok, akiket ma este megcélzott a te végtelen szereteted. Ha van még itt kemény szív, törd össze, Uram. És hogyha nem megy szavakkal, keményebb eszközökhöz, Uram, szeretetedből, nem lesújtó ítéletedből, szeretettel törd össze azokat, akik nem engedelmeskednek az igazság beszédének, és mentsél meg még lelkeket, akik testvéreinké válnak a Krisztus Jézusban, a te szent fiadban, akinek nevében járultunk ma este is elé. Amen. Amen.